A 21. alkalommal megtartott zentai konzuli fogadónap kérelemátadói közül jó néhányan már régóta várnak arra, hogy magyar állampolgárok lehessenek. Nagyon szeretnénk, hogy megkapjuk, mivel magyarok vagyunk. Úgy érezzük, hogy talán nagyon jó tesz az. Különben család, az egyik fiam már kint van Magyarországon. Szeretnénk őket sűrűbben látogatni, és az útlevelet is, hogy megcsináltassuk, hogy nyugodtabban tudjunk ő hozzájuk eljutni. Az entaiak számára nagy segítség, hogy helyben is átadhatják kérelmüket. Nagyon örülünk annak, hogy van egy ilyen lehetőség, egy ilyen mód, hogy megtehetjük ezt itt körünkben Zentán, hiszen mi itt élünk Zentán, és ez egy nagyon jó lehetősége annak, hogy nem kell tovább utaznunk, hogy itt adhatjuk át a kérelmünket. A szabadkai főkonzulátus illetékesei a kihelyezett konzuli fogadónapokon átveszik a kérelmeket, kézbesítik az útleveleket, és a január 1-én bevezetett elektronikus személyi igazolvánnyal kapcsolatban is tájékoztatják az érdeklődőket. Az e-személyi igazolvány kiváltásához nem szükséges magyarországi lakcím, ugye a régi személyi igazolványhoz kellett magyarországi állandó lakcím, ehhez nem szükséges, egyelőre csak Magyarországon az okmányirodákban, illetve a kormányablakoknál lehet igényelni, a főkonzulátus technikailag még nincs rá berendezkedve, és ami fontos, hogy ingyenesen lehet kiállítani, tehát nem kell érte semmit fizetni. Zentán a mostani kihelyezett konzuli fogadónapon 129-en, eddig pedig összesen 2869-en adták át kérelmüket a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzésére. A tiszaparti településen legközelebb június 7-én tartanak kihelyezett konzuli fogadónapot.